Sziasztok! Ez itt a Gemist és a Partizán közös podcastja arról, hogy mi az európai parlamenti választást tétje a környékünkön, Közép-Európában. A Gemist egy hírlevél, hetente kétszer írunk egy csomó mindent, főleg politikát, de utazást, bort, EU ügyi elemzéseket is, szóval rengeteg mindent, ami éppen eszünkbe jut, Európáról, Közép-Európáról, a Balkánról. Ez már a podcast negyedik része, ebben most a visegrádi országokról fogunk nektek beszélni, azaz Szlovákiáról, Csehországról és Lengyelországról. Az eddigi részeket hallgassátok vissza, és várjátok ki a következőt, ami majd az EP választás után, tehát június 9 után lesz majd, mégpedig az eredményeket fogjuk jó alaposan kielemezni benne. A hangminőségért elnézést kérünk, ugyanis 3 különböző országban vesszük fel az adást, és ráadásul most 4-en is vagyunk. Itt van is velünk Illés Gergő, aki Budapestről jelentkezik. Szia, Gergő! Sziasztok! Illetve Vágó Gábor Bázelből. Ahoj! Tehet Péter Bécsből. Szevasztok! Én pedig Bukovics Martin vagyok Pécsről. Kezdjük is Szlovákiával. Ugye Szlovákia az ország, ahol meglőtték a miniszterelnököt nemrég, ami az EP választási kampányt gyakorlatilag be is rekesztette napokig, hanem hetekig. Mit tudunk arról, hogy hogyan van most Fico, csak nagyon röviden? Vékony beléből egy darabot ki kellett vágni, azért nem élet-halál között van, de kórházi kezelésre szorul, finoman mondva. De hogy az egész Fico merénylet inkább rávilágította arra, hogy milyen szintig eszkalálódott az a politikai polarizáció, ami nem csak Szlovákiára, hanem egyre több országra jellemző, hogy ezek az erőszakos cselekmények lassan már mindennapok részévé válnak. Ugye a politikusok elleni támadásokról Németországból is heti szinten lehet híreket kapni. Az ilyen szintű, tehát vezető politikus elleni merénylet azért évtizedek óta nem nagyon volt még. Hát talán az utolsó az pont a Đinđić ellen a szerbeknél volt, nem tudom, hogy azóta öltek-e meg Európába miniszterelnököt? Szerintem nem, de hát ugye Szerbiában ez a hagyomány amúgy is megvolt, kicsit erőszakosabb ország. Szlovákiában ez bizonyos értelemben ugye meglepő, hiszen azért most idézőjelben a tótokat ugye mindig a magyar irodalomban is egy nyugodt, kedves kis népként írják le, és ezért valóban meglepő, hogy ilyen erőszakosságra sor kerülhetett, de hát ugye Csehországhoz képest azért a politika mindig Szlovákiában turbulensebb volt, ugye emlékszünk a Mečiar időszakra, amikor köztársasági elnök fia lett elrabolva, és hasonló dolgok történtek, tehát ilyen értelemben nem egészen meglepő, hogy Szlovákiában idáig fajulhat a politika. Tehát az előző Fico kormány is pont egy ilyen erőszakos cselekmény eszkalálódása miatt bukott meg, ugye amikor a Kuciak oknyomozó újságírót és a barátnőjét megölték, és abból fakadó tüntetés hullám és ellenállási hullám a Fico kormányt elsodorta, mert a híd kiállt mögülle, és ezért új választásokat kellett kiírni. És hát ne felejtsük el azt sem, hogy 2021-ben, ha jól emlékszem, 2 embert megöltek egy pozsonyi melegbárban. Ott egy ilyen szélső jobboldali homofób terrorista követte ezt el, de állítólag a Igor Matovič volt miniszterelnök beszámolói szerint azért ott került sor erre a támadásra, mert a merénylő előtte Eduard Heger akkori miniszterelnököt kereste többször is a lakásán, de nem találta, úgyhogy ezért került sor végül a melegbár elleni támadásra is, úgyhogy nem teljesen előzmények nélküli ez a... Heger egy inkább katolikus, konzervatív politikus, nem annyira meleg. Sajátos alternatíva akkor, hogyha nem tudunk megölni egy konzervatív politikust, akkor elmegyünk a melegbárba. Gondolom közel volt a melegbár Heger lakásához, ha jól emlékszem, úgyhogy kapóra jött, ugye ez egy ilyen jobboldali liberális kormány volt akkor. Egyébként Gábor, te amikor LMP-s listavezető voltál, akkor neked volt bármiféle személyi védelmed? Vagy az téma volt a kampányban bármennyire is, hogy esetleg valaki rátámadhat? Hát fenyegettek akasztással, meg ilyesmi, de hát ez az, hogy most részeg emberek mit ordibálnak, meg hogy érted, azért én vidéken nőttem föl, meg jártam kocsmába, szóval így az, hogy valaki erőszakkal fenyeget, ezt tudom békésen kezelni. Nem kell abból. Tehát én ezeket nem vettem komolyan. De hogy ez a magyar politikai kultúrában annyira nincs is benne. Ugye Tisza ellen volt merénylet a parlamentben utoljára, még a világháború előtt. Annak a golyónyoma még mindig ott van a fő... De a Tisza Istvánra léptek rá. Igen, a parlamentben, de hogy ilyesfajta erőszakos cselekedetekkel inkább csak fenyegetni szoktak, mint ahogy Magyar Péter hát ugye fenyegette. Hát ugye 98-ban ugye a Torgyánnál robbantottak meg a szájjelőzsét. Hát arról, azzal kapcsolatban azért vannak összeesküvés gyakorlatnak gondolt elméletek, hogy ott direkt a választások előtt mutatni azt, hogy ezekkel a pukkanásokkal, hogy nincsen közbiztonság az MSZP-SZDSZ kormány alatt. Tehát, hogy nem tudom, hogy azok megrendezett esetek voltak-e, mert a parlamentnél is olyan kapunál robbantottak akkora, amit soha nem használtak bejáratra, tudva levő volt, hogy ott nem fog megsérülni senki, mindkét politikus házánál akkor robbantottak, amikor nem volt otthon, szóval nem biztos, hogy azok valódi olyan merényletek voltak, ahol valóban áldozatot akartak az elkövetők. Világos. A Ficót viszont órákon keresztül műtötték, tehát ez tényleg komoly volt. Nem túl valószínű, hogy meglövette magát. Úgyhogy beszéljünk is tényleg arról, hogy akkor pontosan most mi van a szlovák pártokkal. Ugye a kutatások alapján nagyjából fejfej mellett van a legnagyobb ellenzéki párt és a legnagyobb kormánypárt, tehát a liberális progresszív Szlovákia és a, hát nem is tudom, hogyan lehetne azt mert jellemezni, balpopulista, szociálkonzervatív, akármi, 22% környékén vannak. Mit kell tudni a Smerről most éppen? Mit csinálnak? Hát ugye őket az SND, a szociáldemokrata frakció kipenderítette az LP csoportból, pontosan azok miatt az autokratikus lépések miatt, amik nagyon hasonlítanak a Orbán kormány lépéseire. Tehát igyekeznek ők is egyfajta állampártként viselkedni, de még nem azok. Tehát, meg amúgy konkrétan őket ugye azért rakták ki, mert ugye összefogtak a Szlovák Nemzeti Párttal, ugye, amely szélső jobboldalinak számít. Ugye ez az ok, amiért kirakták a HLAS-t is, a Smer szakadárpártot is, tehát hivatalosan ugye a HLAS is magát szociáldemokratának nevezi, de ők sem tagjai most az Európai Szocialista Pártnak. Mindkettővel szemben ez volt a fő érv, hogy összefogtak szélső jobboldali pártokkal. Sőt, amennyire tudom, a Smerről most tárgyalások is folynak, hogy az Európai Parlament újonnan létrehozandó Wagenknecht-féle balpopulista, ukrajnakritikus, EU-NATO-kritikus frakciójába esetleg a Smer is belépjen. De mit tud a HLAS pluszba? Tehát a HLAS végül is egy Ficó nélküli Smer, nem? Vagy... Hát szerintem most... Egy ilyen felhígított, óvatosabban fogalmazó, Európa fele nyitottabb, végül is még kis jó indulattal az SND-nek a mainstreamjébe is beillenek szerintem. De most kb. Végük van, nem? Tehát most a Peter Pellegrini elnök lett, és most a Smer gyakorlatilag így, nem tudom, így felszívhatja az egész HLAS-t. Főleg, hogy az elnöknek, ha jól tudom, ki is kell lépni a pártjából, tehát hivatalosan nem is nyilván mindenki tudja, hogy a HLAS az Pellegrini projektje, de hogy lesz-e nélkül a HLAS, meg vannak-e olyan arcai, amit ez alatt a pár év alatt fel tudott építeni, az erősen kérdőjeles, arra viszont jó volt ilyen single issue pártként, és Pellegrini erre évek óta készült, hogy ő a elnökválasztás torony magas esélyese, ezt be is húzta, úgyhogy ha már ezt sikerült elérnie, szerintem az ő politikai karrierjének ez egy abszolút sikersztori. Meg hát ugye a Klász mögött állnak bizonyos olyan üzleti körök, akik ugye a Smer mögött is ott álltak, csak esetleg egy saját párttal bizonyos nyomást tudnak gyakorolni a Ficóra. Tehát ugye a Klász azért nem csak ideológiai okokból szakadt ki a Smerből, hanem ott a Ficó mögötti oligarchákon belül is voltak viták, és így most ezeknek lehet egy pártjuk a Klász lévén, amely még hogyha nem is egy erős párt, de úgymond bent vannak intézményesülten a kormányban, és hogyha egyre kisebb is lesz, azért valamiféle nyomást tudnak gyakorolni. Még visszatérve arra, amit ugye Marti mondott, hogy esetleg a Smer, a balpopulista, balkonzervatív Smer az tartana a Wagenknecht frakcióba, amely ugye elvileg akár az olasz ötcsillaggal közösen jönne létre. Ugye a Smernek az egyik ideológus, ugye Ľuboš Blaha, egyfajta ilyen kelet-európai Varufakisz, a pozsonyi Varufakisz. Ő egyébként ugye hosszú ideig, ameddig a Smer része volt az Európai Szocialista Pártcsaládnak, egyfajta tényleg gyakorlatilag úgy kezelték, mint a kelet-európai Varufakiszt, meg lehet nézni, hogy ez a Ľuboš Blaha, aki egyébként egy nagyon radikális, szélsőséges politikus, ugye ő az, aki a Fico elleni merénylet napján ugye a parlamentben azt orribált az ellenzéknek, hogy hát gyakorlatilag ez a ti munkátok eredménye. Ez a Blaha korábban akár a német SPD pártalapítványának, a Friedrich Ebert Stiftumnak a lapjaiban is publikált, és ő valóban azt a nézetet képviseli, amit ugye Wagenknecht is képvisel, ugye ezt egy hosszabb cikkben ki is fejtette németül, hogy a baloldalnak, a valódi szociáldemokráciának az a feladata, hogy az autokton munkásosztályt képviselje, márpedig az autokton munkásosztálynak inkább a nemzetállam az érdeke, hiszen minél inkább szupranacionálissá válik egy együttműködés, annál kisebb az esélye a szociális jóléti államnak, tehát jóléti állam az csak a nemzetállamon belül lehetséges. Másrészről a migrációt el kell utasítani, hiszen a migráció az megint az autokton munkásosztálynak lenne gondja, hiszen lenyomják a béreket, problémákat okoznak a szegény negyedekben, és harmadsorban Blaha azt is mondta, hogy egyéb identitáspolitikai kérdésekben is gyakorlatilag egy teljesen konzervatív, tradicionalista álláspontot kell elfoglalniuk a szociáldemokratáknak, mondjuk a melegházasság vagy hasonló kérdésekben, hiszen a munkásosztály, legalábbis a fehér férfi munkásosztály nagy része értékrendjében inkább ezeket vallja, és ő ezt fejtette ki. Ezek a nézetvilágok egyébként teljes mértékben passzolnak valóban Wagenknechthez. Jó, akkor beszéljünk kicsit a PS-ről, a progresszív Szlovákiáról. Ők mennyire hasonlítanak a Momentumra? Hát annyiban biztos nem, hogy egy tényleg sikeres és jelenleg kompetens ellenzéki vezetőerő képét mutató politikai alakulatról van szó. Tehát én több helyről is azt hallottam szlovák ellenzéki beállítottságú emberektől, hogy ők tényleg kompetensnek gondolják a PS-t, és úgy látják, hogy ez a Mihály Simecska által vezetett vezetés most jól képviseli a Fico ellenes hangokat. Nyilván itt az elnök választása volt velük szemben is egy túlzott elvárás, hogy általuk is támogatott, meg gründolt Ivan Korcsoknak lehet esélye nyerni. Sokáig úgy is tűnt, hogy lehet is, végül Pellegrini nagyobb aránnyal is nyert, de összességében a tény, hogy Korcsok inkább most már a PS felé gravitál, meg a progresszívok felé gravitál, és az a tény, hogy a PS sokkal inkább bedobta magát ebbe a kampányba, mint sok-sok más ellenzéki párt Korcsok mellett. Kicsit kiemelte őket ebből a Szlovákiában hagyományosan nagyon töredezett ellenzéki mezőnyből, és egyértelmű esélyeseinek számítottak az EP választásnak egészen Robert Fico elleni merényletig. És az az érdekes egyébként, hogy az a kormányzati narratíva, ami ugye most Kalinyák nevezetű belügyminiszter, az ügyvívő miniszterelnöke Szlovákiának, amit ő is erőteljesen próbál tolni, hogy a ellenzéki pártok polarizációja, a szlovák média Fico ellenes hangjai miatt történhetett ez a merénylet, ez a kormányzati narratíva nem igazán ült át a progresszív Szlovákiára, és annak ellenére, hogy a Smer mellett most van egy erőteljes mobilizáció, erősödik a közvéleménykutatásokban, a PS emellett nem esett drasztikusan vissza, tehát még mindig így fej-fej mellett vannak a Smerrel, és úgy látszik, hogy a következő választásokra ráfordulva is, nyilván Szlovákiában nehéz egy-két évre is előre jósolni, de úgy látszik, hogy ők a toronymagas esélyesei annak, hogy Ficót és az általa vezetett koalíciót valamilyen formában kihívják. Azt még tegyük hozzá, hogy a PS mindig a közvéleménykutatásokban nagyon erős. Tehát ők már elég sok közvéleménykutatást megnyertek, aztán parlamenti választást kevésbé. Ez tény. Tehát elképzelhető, hogy most is kevesebb lesz az eredményük. Amúgy ezt a Gergőtől, meg Gábortól kérdezném, ugye, hogy ugye Szlovákiában van az a sajátos helyzet, ami épp fordított, mint Magyarországon, hogy inkább a baloldal az, amely nacionalistább, konzervatívabb, vidékiesebb, oroszpártibb, és emiatt úgymond a liberális, Európa párti erők, azokat szokták ugye hagyományosan Szlovákiában jobboldalinak nevezni, és egyáltalán nem baloldalinak, hogy a progresszív Szlovákiát azt miként írnátok le, hogy ez egy jobboldali liberális párt valóban, vagy ez a jobboldali jelző csak a szlovák kontextusban jelenti azt, hogy nem Ficóval vannak, és igazából ők akár már balliberálisok is, hiszen ugye az elég sok, nem csak a nevükben, de progresszív témát is fölvállalnak, melegházasság, stb. Stb. Tehát, hogy sőt, a gazdaságpolitikájukban visszavettek a neoliberalizmusból, tehát ott már akár szociáldemokrata elemek is vannak, tehát hogy mit lehet mondani, hogy a progresszív Szlovákia az a hagyományos szlovák jobboldali liberális alternatívája ennek az autoriter, balpopulista irányzatnak, vagy ez egy új, valóban bal-közép, balliberális erő, ami egyébként Szlovákiában eddig azért nem nagyon volt? Én semmiképp sem nevezném őket bal-középnek, mert szerintem arra nagy részt ott van a klassz. Igazából jobboldalinak sem, mert arra a fajta neoliberális politikára is van Szlovákiának egy pártja, ez a Richard Sulik féle szabadság és szolidaritás, tehát ők, nekik egy ilyen nagyon érzékeny politikai térben kell egyensúlyozniuk. Ugye Közép-Kelet-Európa nagy részén, Magyarország ez alól egy kivétel, de hagyományosan a posztkommunista hagyománya a baloldalé maradt, és nem a baloldalon találhatók a nagyon hangsúlyosan Európa párti alakulatok, hanem inkább azokat a jobboldali liberális pártok jelentik. Tehát szerintem ők egy abszolút ilyen centrista, liberális tömegpárt, amiben vannak balliberálisabb szárnyak, elemek, vannak jobb liberálisabb szárnyak, elemek, meg abszolút ilyen középen álló, vagy hagyományos liberális elemek is. Amúgy a progresszív Szlovákiának az mennyire jött be, ugye nekik van magyar platformjuk is, tehát ők ráfordultak a magyar szavazókra, és mondjuk nem nagy sikerrel, és ugye most a listavezetőjük egy magyar származású ember, ugye volt miniszterelnök, hogy mennyire tudják ők megszólítani a magyar szavazókat. Vagy ez azért minek után a magyar lakosság többsége Szlovákiában inkább vidéki, konzervatív, hát eleve nem alternatíva nekik egy ilyen jellegű liberális párt. Hát vannak szavazóik, magyar szavazóik, egy olyan kb. Nem is tudom mennyi, de volt erről nem egy kutatás, hogy a szlovákiai magyarok milyen arányban szavaznak, milyen pártra, és ott azért a szövetség után a progresszív Szlovákia következett, tehát hogy azért van nekik egy olyan, nem tudom, kb. Magyarok 10%-a talán, vagy valami ilyesmi szám lehetett. De azért főleg a nagyváros Pozsonyban azért viszonylag sok magyar él, ők mindenképpen. És ugye alapvetően szerintem ezért, ha már kicsit beosztok ugye ezt a magyar kérdést, meg ezt a szlovákiai magyar dolgot, kicsit behoznám ide a szövetséget is, mint ugye a magyar párt, az etnikai magyar párt, ami nem tudja, hogy most éppen mi akar lenni, hogy most egy ilyen Smer oldalhajó, egy ilyen Fidesz, nem is tudom, Fidesz oldalszárny, vagy egy ilyen, nem tudom, kihelyezett tagozat, vagy egy ilyen önálló jogon is létező regionalista párt, de például ott van egy ilyen minimális, nem tudom, vita arról, hogy megszólítsák-e a liberálisokat, vagy nem, de ott sincs semmiféle ilyen, nem tudom, ilyen taktikai jellegű, nem is tudom, mondás arra vonatkozóan, hogy a progresszív Szlovákiától elvigyenek szavazókat. Tehát, hogy simán lehetne egyébként, de valamire szükséges út. De Odor Lajos meg tehát, szerintem inkább egy ilyen díszmagyar, nem is azért van a listán, mert magyar, az inkább csak egy ilyen kis szexi valami, inkább azért, mert ő tényleg a Szlovák Nemzeti Bank alelnöke volt, korábban technokrata miniszterelnök, kvázi egy ilyen Bajnai Gordonként is akár lehet brendelni. És ami inkább izgalmas... De Csaputová őt eleve azért rakta oda. Ugye Csaputová volt a PiS Szlovákiának az első projektje, ahogy elnököt adtak, végül is egy hozzájuk közel álló elnököt, és amikor kormányválság volt Szlovákiában, akkor azért nevezte ki az elnökasszony. Mi Ódor Lajosnak hívjuk, de sok szlovák azt se tudta, hogy ő magyar. Igen. Tehát, hogy ő folyamatosan akcentus nélkül beszél szlovákul, és azt a fajta hangot képviseli, amit a szlovák progresszív értelmiség is nem már döngetve magyarkodik, hanem a szlovák mainstreambe simul be. És ugye eleve azért rakta őt miniszterelnöknek, hogy majd utána a progresszív Szlovákia nimbuszát emelje. Akiről, amely pártról azért szerintem nagyon fontos megjegyezni azt, hogy ők 5 éve ugye berobbantak, közel 20%-os szavazatarányt értek el az előző LP választáson, utána viszont 2020-as parlamenti választásokon meg nem jutottak be a parlamentbe. Tehát, hogy elkövették azt a hibát, hogy koalícióba indultak, és így 7%-os küszöb volt, és 6,90 valamennyinél megállt a számláló. Tehát, hogy ők egyszer már a óriási várakozások után pofára estek, majd fölálltak a földről, és most megint ők lettek a legerősebb ellenzéki párt. Tehát ezt a bravúrt a Momentum nem mutatta be. És nem csak a kormányzat képességről van szó, hogy nem vonzottak be új arcokat, hanem az induló csapat van csak a Momentumnál is, hanem az is van, hogy amikor bukó volt, akkor utána nem az volt, hogy megrázták magukat és mentek tovább előre, hanem akkor elkezdték nyalogatni a sebeiket. Hát most már kiderül, hogy a Momentum mit fog csinálni a vereség után. De vissza a szövetséghez, mert amely a hangokat hallani a konfliktusokról, az többnek tűnik, mint a műhely munkazaja. Tehát, hogy ugye ott összeállt a híd maradéka, a Magyar Koalíció pártja, meg az Összefogás nevezetű. Ugye a Magyar Koalíciót aztán később a Magyar Közösségnek hívták, de igen. Ja, bocs. MKP, ugyanaz. Ja. Hát ugye ott igazából a színfalak mögött, illetve a sajtóban vannak ilyen, nem is tudom, ilyen szurkálódások, talán van ugye ez az egyik ilyen, nem tudom, felvidéki hírportál, nevét inkább ki sem mondom, fölöslegesen felmondani őket, de ott rendszeresen elmondják, hogy Orosz Őrs hazaáruló, liberálisok csicskája, és hogy ő fogja betolni a szövetséget, nem tudom, a liberálisok, meg Világi Oszkárnak a fenekében, nagyjából így ez a másik... Ez a narratíva, a másik oldalról meg az, hogy sokkal-sokkal hangsúlyosabb regionalista politizálás kell, nem nagyon szabad elköteleződni egyik irányba se, a felvidékiek érdeke az első pont. És ugye az izgalmas, hogy a Szlovákiában karikázós a választás, EP választáson is, tehát az ember nem csak egy pártot választ ki, hanem az adott párt listájáról megmondhatja, hogy kikerüljön be az Európai Parlamentbe. És ugye a kampány a szövetségen belül alapvetően 2 jelölt között van. Ugye Berényi József, aki egy ilyen régi motoros MKP, és egy ilyen színfalak mögött nagyon sokat kavart, ugye ő volt Igor Matovicsnak is kisebbségügyi tanácsadója, nagyon nagy sikerrel teszem hozzá, kb. Nem ért el semmit, de hogy ő ott van, majd napig ott van az MKP révén a szövetségben, a másik pedig ugye Orosz Őrs, akit a gombaszögi nyári táboroknak a szervezőjeként lehet ismerni, egy csomó ilyen kulturális értékmentést csinál, nagyon aktívan posztol a Facebook oldalán arról is, hogy amikor a sajó szennyezett volt, akkor azt ő találta meg elsők között, és őrét osztotta a sajtót is mindenkit. Tehát ő az önálló felvidéki politizálásnak a híve, és hát valamilyen szinten tematizálják azt is, hogy végül is ez az LP választás valamilyen szinten egy ilyen döntés, azt illetve, hogy akkor a szövetség mennyire... nézzem Budapestre, és mennyire Pozsonyra. Meg ugye a magyar politikához ugye tegyük hozzá azt is, hogy ez sajátos, ugye ellentétben mondjuk a romániai magyar politizálással, hogy Szlovákiában azért van, hát majdnem 10% valamilyen módon magyar identitású ember, magyar anyanyelvű, magát magyarnak valló, talán most már kevesebb, mint 10, és mégsem sikerül ugye egy tisztán etnikai pártnak a 2006 óta bejutnia, hiszen ugye a Bugár Béla projekt, ugye a Híd Most az egy vegyes etnikai párt volt pont ezzel a narratívával, hogy szlovákok és magyarok együtt, és ez bizonyos értelemben mutatja, hogy talán éppen Szlovákiában a legjobb a magyar kisebbség helyzete abban az értelemben, hogy leginkább ott tudják akár elfogadni a többségi társadalomnak a pártjait is, hiszen azért, hogy Martin is mondta, nem csak a progresszív Szlovákiára, de más szlovák pártokra is szoktak átszavazni magyarok. A Smernek is vannak sok magyar szavazói, vagy magyarok, akik nagyon katolikusok, azok ugye mondjuk a kereszténydemokrata mozgalomra szavaznak, vagy ugye ma is ülnek a parlamentben magyarok, ugye Grendel Gábor például, ugye a Matovics féle mozgalomban ül bent, tehát hogy valahogyan ez az etnikai politizálás, egy szintisztán etnikai pártot létrehozni, amelyben liberálisok, konzervatívok, baloldaliak, jobboldaliak pusztán azon az alapon álljanak össze, hogy ők mind magyarok, az valahogy Szlovákiában már nem működik, amennyire mondjuk Romániában még azért az RMDSZ-en belül valahogyan működik. Hát még talán a kisebb pártokat, ugye Szlovákiának azért jóval kevesebb mandátuma van, mint Magyarországnak, de hogy ugye a Gergő is említette, hogy a Szulikot, aki ugye volt is bent már az Európai Parlamentben, ugye a neoliberális SZSZ részéről, és ez egy sajátos EU-szkeptikus, de nagyon libertariánus párt, tehát kicsit, mint hogyha Seres Lászlónak vagy Hont Andrásnak lenne egy ideális pártja Magyarországon. Ők ugye a Meloni frakcióban ülnek, és nem a Rinyúban, de egyébként liberálisok számos kérdésben, tehát drogliberalizációt támogatnának, és hasonló, csak ők azt mondják, hogy az EU-ban is legyen úgymond kis állam. Tehát, hogy ők valahogy hol vannak most, ez talán még érdekes lenne megnézni, hogy ez a polgári, liberális bázis be tudja őket újravinni, illetőleg ugye a kereszténydemokraták szereplése is érdekes, meg ami szintén érdekes, az ugye a Republika, ugye az a szélső jobboldali mozgalom, ami különösképpen azért érdekes, mert ugye éppen ugye mostani hírek, hogy lehet, hogy egy még az identitás és demokráciánál is szélsőségesebb, szélső jobboldali frakció létrejönne valahol a Mi Hazánk és az AfD környékén, az SOS Románia és hasonló részvételével, ami hát érdekes lesz, ahogy a Mi Hazánk együttműködik a magyar ellenes román sovinisztákkal, de ez egy más kérdés. Volt már ilyen, ugye, amikor Csurka István és Vadim Tudor együtt vettek részt Le Pen konferenciáján, még Jean-Marie Le Pen konferenciáján, de a Republika azért lehet fontos, mert a Republika is nyitott lenne, hogy ne Le Pennel, pláne nem Melonival, hanem a Mi Hazánkkal, az AfD-vel, és ezekkel a nagyon kemény arcokkal fogjon össze, és nekik mindenképpen kellhet legalább ugye 7 országból különböző párt, tehát ezért fontos vagy érdekes, hogy a Republika be tud-e jutni az Európai Parlamentbe. Tehát, hogyha még ezt a 3 pártot, a neoliberálisokat, a klerikálisokat és a kemény szélsőjobbosokat még gyorsan, hogy átnéznénk talán. Ami még érdekes lehet Szlovákiával kapcsolatban, hogy hagyományosan az Európai Unión belül masszívan ott a legkisebb az érdeklődés és a részvétel EP választásokon. Tehát ha jól emlékszem, a 2014-es volt az, amikor 11% ment el szavazni az EP választáson. Ezt bravúrosan sikerült 21-re vagy 22-re megduplázni 5 évvel ezelőtt, de hát ez még mindig a Európai Unió legalacsonyabb értéke volt, tehát ez a kis pártoknak olyan szempontból nagyon kedvez, amiben ugye Szlovákiában van egy pár, hogy viszonylag egy kisebb single issue párt a törzs szavazóinak a aktív mozgósításával küldhet egy képviselőt az Európai Parlamentbe, ez ugye nyilván presztízs szempontból is fontos, jelzést küld a politikai paletta felé, hogy ez nem egy ilyen kamu erő, hanem létezik mögötte akár egy 200 000-es társadalmi támogatottság vagy bázis, de a Republika, a Szövetség, a Eduard Heger által vezetett Demokrati, a a Igor Matovič által vezetett Szlovenszkó névre átbrendelt Olano, mind ebben bízhatnak, hogyha van elég olyan törzszavazóik, akiket mobilizálhatnak, azért egy ilyen szlovák választási részvételi a hajlandóság mellett nagy eséllyel bejuttathatnak valakit a parlamentbe, és ne feledjük, hogy önkormányzati választások voltak Szlovákiában 2022-ben, parlamenti 23-ban, elnökválasztás most 24-ben idén egy pár hónapja, tehát még ez is egy kicsit lankasztja az érdeklődést a Szlovákiában a választások irányába, mert hogy semmilyen tétje nincs, nem lesz választás az elkövetkezendő 1-2 évben, tehát senkinek sem kell semmilyen erőt fitoktatni, ez tényleg csak egy kicsit ilyen lefutott mérkőzés. Talán annyival egészíteném ki Gergőt, hogy most volt egy riport a Politikón Lunikról, egy kelet-szlovákiai romák lakta városról, ahol van egy olyan szavazókról, a szavazók 3,1%-a vett részt az EP választáson. Ez ugye Kassának egy része, egy hírhedt lakótelepe a Lunyi 9, nagyon rossz szociális helyzetben van, amikor Ferenc pápa meglátogatta Szlovákiát, akkor ide is ellátogatott, akkor egy kicsit feltakarítottak a minden közműtől mentes lakótelepek környékén, de azért látható, hogy ezekben a szegény telepekben igen alacsony a választás iránti részvételi hajlandóság, tehát ez a 3% az, ami várható itt maximum. Érdekes módon Magyarországon pont itt ilyen telepeken viszonylag magas a Fidesz támogatottsága volt, olyan hasonló szociokulturális jellemzővel bíró telep Sajó-Kazán, ahol 90%-ot ért el a Magyar Állampárt. Szlovákiában meg Igor Matovič viszi el ezeket a szegény telepek lakóit szavazni, amikor ugye volt az elhíresült ötlete, hogy a parlamenti választáson való részvételért mindenkinek fizessenek 500 eurót, akkor ez sok embert tudott mobilizálni, akinek ez az 500 euró adott esetben hiányzott a családi kasszából. Úgyhogy ezért is lehetett látni, hogy nagyon sok szociálisan hátrányos helyzetű részén Szlovákiának brutális Igor Matovič győzelem született a parlamenti választásokon, úgyhogy egyébként országosan 7-8%-ot ért el. Akkor beszélünk is talán Csehországról, talán az egykori Csehszlovákia sokkal boldogabbik és liberálisabb, talán még jobboldali feléről is. Kicsit beszéljünk már arról, hogy milyen Prágában lakni, mert itt mind Gergő, mind Gábor, mind én laktunk éveken keresztül Prágában, és szerintem az ott tapasztalatokból abszolút lehet következtetni a cseh politikára is. Nekem egy ilyen elképesztően nyugodt benyomásom volt. Tehát én ugye autózom viszonylag sokat, én viszonylag impulzív sofőr vagyok, 2 éven keresztül én nem senki nem dudált sehol. Én dudáltam azért párszor meg az elején, hogy ilyen elképesztően nyugodt mindenki. Nem nagyon törődnek semmivel, mindenki a maga dolgaival foglalkozik. Persze liberálisak, de csak addig, ameddig az hogy is mondjam, a lakásolatot nem lépi át, tehát nem erőltetnek rá semmire senkit. Identitás, politizálás szinte nincsen, tehát nem olyan, mint Németországban, mondjuk Berlinben, ahol minden erkéről lengedezik valamilyen zászló, valamilyen ügy mellett. Itt talán az orosz-ukrán háború legelején ukrán zászlók, ha lengedeztek, de ezek is most már gyakorlatilag így eltűntek. És ugye miért van, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, én többnyire a komló hatásának tudom ezt be, hogy az egy gyógynövény, aminek van egy ilyen némileg nyugtató hatása. Hát ott ezt másképpen látjátok. Ez kétségtelen, hogy a gasztrokultúra az a sörre alapul, és egy napközbeni business meetingbe simán belefér, hogy mindkét fél sört rendel, a munkai kantinban is adnak a menzán sört ebédhez. De nem hiszem, hogy ez van. Tehát, hogy sorbaálláskor nincsen anyázás, akkor se, hogyha valaki ott véletlenül bénázik, és ezért percekig fenntartja a sort. Olyan, ezek az apró nüanszok, amelyek a magyar létet így megmérgezik, és így kicsit ilyen rossz, savanyú szájíz van, ez a lefelé görbülő száj, ami Magyarországon van, az ott egy kicsit fölfelé görbül, és nem feltétlen a jólét miatt, mert hogy azért eléggé húzós Prágában a lakhatás költsége a fizetéshez képest, és már lassan kiszorulnak a prágaiak a saját városukból, akinek nincsen birtokban ingatlana, az egy átlagfizetésből nem nagyon tudja megengedni ott a lakhatást, és ez most is komoly kampánytéma is, tehát hogy ahhoz képest, hogy nagyon liberálisak, ez a lakhatás kérdése, ez előhozta belőlük az államosítanék gondolatot, de hogy hogyan tudják megoldni ezt a lakhatáskérdést a városban, ezen politikusok jövője múlhat. De visszatérve a korhangulatra, ott szerintem a legtöbb embernél megvan ez a dolgos német mentalitás megfűszerezve ezzel a kelet-európai bájjal, hogy próbáljuk meg élvezni is az életet, nem csak hatékonyan élni. Prágában lakni röviden jó, hosszabban kifejtve nagyon jó, tehát egy nagyon élhető város. Nagyon nem tudom, hogy mennyiben a komló hatása, de tény, hogy egy sokkal, sokkal nyugodtabb atmoszféra, azt kivéve, hogy egy Budapesthez képest is brutálisan autóközpontú város, ami nekem egy kicsit az élményt megmérgezi, hiszen Budapesten legalább vannak olyan utcák, ahol lehet kicsit bambulni anélkül, hogy attól tartana az ember, hogy keresztbe parkol a járdán 2 áruszállító kis busz, közben a villamos sínnel egybekötött Macskaköves utcán limuzinok krúzolnak 40-50-nel, és valahogy egy babakocsis anyuka mondjuk a maradék 30 centis területen még próbál elnavigálni, tehát hogy van egy ilyen nagyvárosi kaotikussága is Prágának, amiről szerintem a Károly hídon lépkedve nem gondol az ember, de külső kerületekben igenis egy polarizáló téma az, hogy van egy közlekedési probléma is Prágában, sokkal szűkebbek az utcák, és alapvetően Budapesthez képest Prága nem egy annyira grandiózus, hanem tényleg van egy ilyen, furcsán hangzik, hogy ezt mondom, de kisvárosiasabb atmoszféra Prágában, tehát mégiscsak idézőjelben csak 1,3 milliós városról beszélünk, nem 2 milliósról, és ez érződik. És szerintem ez a relatív kicsisége Prágának is ahhoz vezet, hogy nyugodtabbnak érezzük, mint egy 2 milliós metropoliszt. De Prága jó hely, ez tény, nem lehet megfeleltetni Csehország egészének, tehát a cseh társadalomban is brutálisan megvan a prázsákokon való gúnyolódás, vagy a prázsákok vidékieken való gúnyolódása, tehát nagyon nagy következtetéseket én a saját pár hónapos prágai tartózkodásomból az egész cseh társadalomra nézve nem mernék lehozni, de tény, hogy aki teheti, költözzön ki, nézze meg, kicsit ismerje meg jobban Csehországot, mert sokat tanul arról, hogy milyen ország is lehetne Magyarország, hogyha egy kicsit lazábban vennénk a dolgokat. Amikor csak Prágához, én nem éltem Prágában, csak jártam párszor, de tényleg nem vagyok ismerője, de ugye Prága kisvárosiasságának az is az oka, hogy ugye a monarchiában Bécs és Budapest lett nagyon kiépítve. Tehát ugye Bécs és Budapest város szerkezete, a két körúttal, stb. Nagyon hasonló, nagy épületek, ez ugye Prágában nem volt, és Prága monarchiában kisebb volt, mint Triest. Tehát 1910-ben Trieste egy nagyobb város volt, mint Prága, mert nagyon sok rész egyébként Prágának, csak jóval később lett Prágához csatolva, Vinográd, stb. Ezek épp ezért megmaradtak egy kicsit kisvárosiasabb jellegűnek. A belvárosban pedig nem lett egy olyan átalakítás, mint ami ugye Bécsben vagy Budapesten a 19. század végén végbe ment, vagy olyan jellegű nagy bérházak, mint amik Bécset jellemzik, hogy hatalmas 5-6 emeletes házak végig a belvárosban. A másikhoz, hogy Magyarország lehetne egy Csehország, hát ezt nem tudom, szerintem azért Csehország történelmileg is mindig fejlettebb volt. Tehát ugye a Habsburg monarchián belül ez volt a leggazdagabb rész, ez volt a legfejlettebb rész, tehát én inkább úgy mondanám, hogy ha van ország, amely ebben a térségben nagyon-nagyon sokat vesztett a kommunizmus miatt, az éppen Csehország, mert mondjuk, ha nincs a kommunizmus, akkor azért Magyarország, hát talán lenne már Portugália szintjén, meg esetleg Láció, orosz régió szintjén, de azért annál előrébb Magyarország a kommunizmus nélkül se lenne. Ezzel szemben Csehország szerintem, hogyha nincs a kommunizmus, akkor ma valahol körülbelül Hollandia, Dánia szintjén lenne, hiszen ugye a két világháború között is egyedül Csehszlovákia volt nem csak az egyetlen tényleg polgáriasodott társadalom, de az egyetlen valódi demokrácia is. Csehszlovákiában a demokrácia nem belülről bukott meg, mint ami ez a lengyeleknél is, vagy az osztrákoknál is megtörtént, hanem a német megszállás miatt. Tehát egy nagyon polgárosodott társadalom, és ez való igaz, hogy a mai napig kivetül a politikájukra egy része az abban, hogy a jobb oldal, még az EU-szkeptikus jobb oldal is, ugye mondjuk az ODS, amely ugye majd hatalmon van, értékrendjét tekintve egy polgári liberális erő, valamint ugye Csehország volt az egyetlen ország itt a posztkommunista térségben, ahol egy valódi szociáldemokrata párt jött létre. Ez ma már nem túl erős, ugye ma már bent sincsenek a parlamentben, de 90-ben az ottani szociáldemokrata párt az nem ugyanaz volt, mint Magyarországon az MSZP vagy a lengyeleknél a posztkommunista párt, tehát hogy átfestett állampárt, hanem ott tényleg régi, akár a kommunisták által üldözött szociáldemokraták hozták újra létre a szociáldemokrata pártot, mert ez megint Csehországnak egy sajátossága, ami előtt más közép-európai országoktól, hogy Csehországban erős volt mindig a munkásmozgalom, ugye Magyarországon is, vagy a jugoszláv térségben is. A népi mozgalom az mindig egyfajta parasztpártiságot jelentett. Az volt az elitellenes mozgalom, a munkáspártok soha nem voltak túlságosan erősek. A Csehszlovákiában a két világháború között nagyon erős volt a munkásmozgalom, egyébként meg a kommunista párt is. Tehát például Csehszlovákiában nem kellett választási csalással rásegíteni a kommunistákra, hogy jól szerepeljenek, mert még az is erős volt, de egyébként ez is pont azt mutatja, hogy Csehszlovákia ugye akkor volt az egyetlen ország a térségben, amely tényleg sokkal inkább a nyugati tendenciákhoz hasonlított, és ezért az, hogy ma jól állnak, az maximum csak azt jelenti, hogy újra vissza tudnak térni, de kommunizmus nélkül ők ma Hollandia és Dánia lennének, de ők biztos, hogy egészen előrébb lennének, mint Ausztria, hogyha nincs kommunizmus. Azokat a hagyományokat, amiket most a Péter mondott, a mai napig ápolják. Tehát, hogy van Tomáš Garrigue Masarykos pólóban fiatal egy fesztiválon. Tehát... Tomáš Garrigue Masaryk. Garrigue, bocsánat. Összekevertem a mi TGM-ünkkel. Na, tehát, hogy lehet látni arcokat. Az, hogy van az iparos vállalkozónak megbesültsége, azt is mutatja, hogy ha volt valahogy kisebb üzem, amely sikeres volt, hiába váltott az épület funkciót, ott van egy emléktábla. És hogy az a fajta vállalkozó szellem, amely sikerre vitte a cseh ipart, az mind a mai napig ott van, és nem hiába digitális nagyvállalatok, mint az Avast tudtak kilőni Csehországból, Prágából, hiszen ez a vállalkozói mentalitás ez ott van a hétköznapokban. Hát, hogyha már Masarykot említetted, ugye nála van ez a teória, hogy lehet, hogy Ferenc Józsefnek az avigyereke volt, hiszen valóban van pár sajátosság, hiszen ugye Masaryknak a mamája, ő egy szudéta-német cselédlány volt, a papája meg egy szlovák alkoholista, de az úgy volt a papája, hogy ezt mindenki tudta, hogy csak nevére vette, és ugye a teória az arról szól, hogy Ferenc József éppen abban az időben tartózkodott azon a részen, ahol Masaryk mamája is volt cselédlány, amikor Masaryk megfogant, és ez, ugye ezt a lányt ugye Kropacseknek hívták, és Ferenc József valahol fölírja a naplójában, hogy Kropacsek elintézve, és ezt egyes történészek úgy értelmezik, hogy Ferenc József arra utalt, hogy szerzett ennek a cselédlánynak egy férjet, egyébként a cselédlánynál jóval fiatalabb szlovák alkoholistát, aki fölnevelte Masarykot, és valóban Masaryk teljesen el is ütött a családjától, az összes többi testvére az inkább ebben a millióben maradt, miközben Masaryk tanult, sőt, ugye aztán később professzor lett Prágában, még a bécsi parlamentnek is a tagja volt, és ugye ott Találkoztak először egyébként hivatalosan Ferenc Józseffel, amikor Ferenc József neki kezet nyújtott, átadta neki a mandátumát, és mondta, hogy Masaryk professzor, nagyon sokat hallottam már önről. Na most ugye sokan azt akarták volna, hogy Masaryk DNS-ét hasonlítsák össze, hogy valóban ki az apja, vagy esetleg Habsburg leszármazott-e, vagy sem, ezt a család nem engedte meg, úgyhogy emiatt ezek a legendák tovább mehetnek, hogy valóban Masaryk egy olyan szociális környezetből jött, amely nem tette volna lehetővé, hogy ő tanuljon, professzor legyen, sőt, az ő tanulmányait bécsi zsidó bankárok támogatták, amely szintén kérdéseket vett fel, hogy miért támogatták a Ferenc Józseffel jó viszonyban lévő bécsi zsidó bankárok egy cselédlány és egy szlovák alkoholista fiának a tanulmányait. De szerintem most térjünk vissza a jelenbe, de nagyon érdekes volt ez a gondolatfutball. Nem kis kihívását kötni Tomáš Masarykról Andrej Babisra, de próbáljuk ki meg. Szerinted, Gergő, ma az, aki a Masaryk eszmét leginkább képviseli a cseh pártpalettán? Nehéz kérdéssel kezdesz, de neki van egy ma is létező pártja, már Masaryknak a utópártja, ez a Cseh Nemzeti Szociális Párt. Ma már egy ilyen kispárti létbe szorult vissza, és egészen vicces módon ők most nem mással fogtak össze erre az EP választásra, mint Cseh és Morvaország kommunista pártjával, akik egy Elég nevű koalícióval próbálnak bejutni az Európai Parlamentbe, és jelenleg is van képviselőjük, aki a szélső baloldali frakciójában ül az EP-nek, hogy most a Cseh Nemzeti Szociális Párt mai formájában a Masaryki örökséggel a kommunisták oldalán mennyire egy harmonikus viszonyt feltételez, vagy mennyire egy konzekvens ideológiai viszonyt feltételez, meg átkötést, azt nem tudom, de van egy ilyen közvetlen kapcsolat a két világháború közötti cseh demokrácia maradványai, meg a 21. század között. Sőt, ugye a cseheknél van egy monarchista párt is, amely nem olyan nagyon erős, de a térség monarchista pártjai közül a legerősebb. Tehát ugye ők most hol vannak? Nem tudom. Még ugye voltak koalícióban is, ugye a kereszténydemokratákkal voltak koalícióban, meg mindig meg szokták rendezni minden évben a nagy monarchista felvonulásukat, tehát hogy az a Csehország, amely egyébként a legtöbb gondot okozta úgymond Ferenc Józsefnek, meg a bécsi politikának, ott ez a monarchista eszme a relatíve legnagyobb pártban tovább él. Persze ez se egy óriás párt, ez a Cseh és Morva Korona, de semmiképpen sem egy 20 fős baráti társaság. Hát legutóbb, amikor én hallottam róluk, az egy szoborügy kapcsán volt, hogy egy Mária szobrot visszarakjanak el, mely Mária szobrot annó pont fölrobbantottak, mert hogy a Habsburg elnyomást jelezték. Amúgy érdekes a cseh politikában, hogy szobrokon vitatkoznak. Tehát ez a szimbólumok a köztéren, ez nagyon fontos a cseh embereknek, nem véletlenül rengeteg nagyon szép kortárs szobor is van, és igyekeznek a köztereiket tartalmas és mondani valóval bíró alkotásokkal megtenni, de pontosan ezért is azok a régi maradványok, mondjuk az a metronóm, amelyet még a Sztálin idejében helyeztek ki, az vita tárgya, és ezekről... Bocsánat, itt megint egy félbeszakításra élnék. A metronóm az a Sztálin szobor helyére került. Tehát azt jelképezi, ahogy az ideológiák jobbra és balra kilengenek a történelem folyamán. Szerintem egy gyönyörű szimbolika, de csomóan vizuális környezetszennyezésnek látják, mert gyönyörűen látszik a Károlyi hídról is, ahogy egy nagyvörös metronóm egész nap jobbra-balra lenged. Ez nekem tetszik. És ami nagyon fontos, hogy alatta van egy kioszk, ahol nagyon olcsó lehet nagyon jó sört kapni. És nagyon jó a kilátás is. Na de akkor térjünk talán a pártokra is röviden rá, hogy a jelenleg Petr Fiala személyében egy Giorgia Melonivel szövetséges miniszterelnök van Csehországban, de hát ugye ő inkább egy mérsékelt konzervatív politikus, miközben az ODS hagyományosan egy EU-szkeptikus pártnak számít, kicsit a brit torikhoz hasonló módon bírálták mindig az túlságosan egységes, sokat szabályozó Európát. Ugye az alapítójuk Václav Klaus volt államfő, aki azért most már más irányokba tájékozódik, és ugye ez a kormánykoalíció, legalábbis ez a párt azért sokban visszaesett, tehát az EP választás megmutatja, hogy Babiš visszajön és betör megint a politikába, sőt, még akár nála radikálisabb elemek is ugye az SPD és hasonlóak. Hát az az érdekes most Csehországban, hogy ugye nem csak az ODS meg Fiala kormányozott, hanem egy ilyen ötpárti szivárványkoalíció, amiben benne vannak ezek a polgári demokraták, kicsit euroszkeptikus, de most már inkább erősen Európa-párti, jogállamiságpárti, nyugatpárti, NATO-párti arcok, vannak benne kereszténydemokraták, van egy érdekes polgármesterekből álló, alapvetően liberális alapokon nyugvó regionális párt is, benne van a Cseh Kalózpárt, ami lényegében a zöld új baloldali gondolatot, vagy kicsit liberális baloldali gondolatot próbálja megtestesíteni Csehországban, és ők adnak egy ilyen nagyon színes koalíciót, és még benne van a Top 09 nevű liberális konzervatív párt is, és ez a koalíció az sikerült a 2021-es választásokon kormányra kerülniük, sikerült megállapodniuk, de azért Petr Fiala vezetésével óvatosan kell egyensúlyozniuk, és most már örülhetnek, hogyha a koalíciós pártok 40%-ot elérnek ezen a választáson, és Fiala is az elmúlt évtizedek cseh történelmének legnépszerűtlenebb miniszterelnökének számít, és Csehországban azért divatos, népszerűtlen miniszterelnöki avanzsálni egy pár év alatt a kormányalakítástól kezdve, és most... Mert hogy kidobják az ablakon, mint a Habsburg helytartókat. Egy híres cseh találmány, igen, a defenestráció. De amúgy ez nem több fura, hogy egy politológia professzor ennyire nem érti a politikát? Vagy szerintetek mi az ok annak, hogy ő hagyja is, hogy ő ennyire népszerűtlen maradjon? Ő egy ilyen úriember politikus, szerintem nekem az a meglátásom, hogy ő a katedrán jól érzi magát, de hogyha egy ilyen TikTok politizálást folytató Andrej Babissal kéne neki felvenni a harcot, akkor ő továbbra is a kifogástalanul szabott öltöny és a díszsebkendő mellett teszi le a voksát, nem fog lemenni TikTok politikus, TikTok influencer szintjére csak azért, mert ő népszerűtlen, nekem ez a személyes véleményem, de tény, hogy... Tehát akkor az, aki nem tudja, azt tanítja? Elméletben jónál. Amúgy még, hogy az ODS kapcsán is kérdés, hogy mert ugye az ODS, ugye a Fiala párt, az ugye a Meloni féle ECR frakcióban ül bent, és ugye most... Amint említettük, Európában nagyon sok mozgolódás van, főleg éppen ezen a szélső jobb oldalon, hogy ki merre tart, Meloni tart-e a néppárt felé, a szélső jobb oldal szétszakad, de lesz-e új szélső jobb oldal. Tehát, hogy az ODS hol pozícionálja magát ebben, mert nem szokott megnyilvánulni. Ugye Meloni próbálja bővíteni a saját csapatát, de nekem az az érzésem, hogy az ODS, legalábbis Fiala már lelkiekben elhagyta ezt a csoportot, mint hogyha igazából nekik a valós helyük valóra Renew és az Európai Néppárt között lenne, tehát nekik van-e véleményük arról, hogy akkor mi legyen az európai EU-szkeptikusoknak a jövője? Én amit láttam eddig az, hogy mindössze abba szólaltak meg, hogy a Fideszt nem kérik. A Fideszben nem kérnek, akkor ők távoznának. De egyébként ezt is mondják sokan Csehországban, hogy ők alapvetően beáraszták már, hogy inkább a néppárthoz fognak átmenni. És ami még érdekes, hogy egy csomó olyan ilyen mag témában, ami korábban egy ilyen klauszista, ODS-es ilyen őstopik volt, például az euróra való nem például, ott nagyon óvatosan fogalmaznak. Például ugye Petr Pavel, a cseh államfő újévi beszédébe feloszta, hogy most már azért tényleg ideje lenne az eurót bevezetni Csehországba, főleg, hogy még itt a Skoda gyára, még a Volkswagen koncerné, meg eleve a fél gazdaság az német kézben van, tehát sokkal jobban van integrálva, mint eddig bármikor. És csak Babis és a szélső jobb oldal mondott erre határozott nemet. A kalózok, a Top 09 meg ezek nyilván támogatják, de hogy az ODS-nek nagyon-nagyon feltűnő volt az ilyen tartózkodó hangneme. Fiala azt mondta, hogy majd akkor lehet erről beszélni, hogyha a megszorító csomagot átvitte a kormány, addig a kritériumokat sem teljesítjük, tehát értelmetlen az erről szóló vita. Amit nagyon-nagyon sokan úgy értelmeztek, hogy valójában ez egy burkolt igen. És Babiš, mert ugye Babist most már majdnem szélsőjobboldalnak nevezték. Nem is értem, hogy miért mondtad azt, hogy megbukott Babiš. Tényleg az előző választáson hiába vesztette el a kormány rudat, de a pártja annyi szavazatot szerzett, mint még soha. Azt a taktikai hibát követte el, hogy a saját koalíciós partnerei kárára nőtt meg, és a koalíciós partnerei nem érték el a küszöböt, és ezért egyedül maradt. De a pártja az anno, a populista, liberális párt, ez soha nem volt még ennyire erős. Hát kicsit hasonló helyzet, mint amit ugye Szlovéniában az Jansáról beszéltünk, hogy Jansa is első, és első marad, csak nincsenek elég koalíciós partnerei, tehát lehet, hogy Babisnak is ez a helyzete. Egyébként Babiš kapcsán azt akartam kérdezni, hogy ő marad a Rinyúban, mert ugye hivatalosan jelenleg a Momentumnak a testvérpártja, tehát hogy ő marad a Rinyúban, vagy mozog valamilyen más irányba. És egyáltalán miért vannak a Rinyúban? Tehát, hogy ennek csak az okot Csehországban mindenki liberális, még a szélső jobboldal is. Azt rebesgeti most a cseh média, hogy ők az EP választások után valószínűleg mozdulnak a Rinyúból. Hogy hova mennek, majd az európai parlamenti mozgások alapján meglátjuk, de hát ők ugye, amikor megalakultak 2011-ben, akkor egy ideológiamentes mozgalom voltak, lényegében azzal a szlogennel kampányolt Andrej Babiš, amikor elkezdte a politizálást, ugye az üzleti élet oldaláról közelítette ezt meg, hogy jobb lesz. Tehát ez nem egy ilyen, ne engedjük be a migránsokat, vagy építsünk több bérlakást, vagy ilyesmi jellegű politikailag megfogható üzenet, hanem egy ilyen általános legyen minden jobb jellegű üzenet, és ez ahhoz, hogy ő bekerüljön cseh tagpártként az európai liberálisok közé, ahhoz az akkor abszolút elég volt, és azt se felejtsük el, hogy azért a csehek között is eléggé túltelített ideológiailag a palatta, hogyha az európai parlamentet megnézzük, tehát van egy csomó jobboldali liberális kispárt, akik benne ülnek az európai néppárti frakcióban, vannak a szocdemek az SZND-ben, vannak a polgári demokraták, ők az európai konzervatívoknál, van az SPD, akik a szélsőjobbosoknál, tehát hogy ahova Andrej Babiš annó befért, az a liberális frakció volt, aztán ahogyan politizált ő az elmúlt években, egyre inkább afelé mutat, hogy közelebb áll ő Orbán Viktorhoz, mint Guy Verhofstadthoz. Miközben ugye a Vera Jourová az ő pártjából jön. Az a cseh EU biztos, aki ugye az elmúlt pár évét azzal töltötte, hogy minden létező magyar újságnak, már aki ugye interjúzott vele, lenyilatkozta, hogy Orbánnal micsoda problémák vannak. És ugye van is egy ilyen nem is tudom, pletyka talán? Nem, ezt nekem mesélte valaki, hogy annó Orbán megkérte Babist, hogy esetleg kicsit szóljon már a Jourovának, hogy kicsit a hangerőnyit csavarjon lefele, és mondta a Babiš, hogy nem, hát miért tenném, mert a munkáját végzi, és jól végzi. Neki ezt kell tenni, én nem fogok odaszólni neki. Igen, ennyiben a Babiš párt valóban liberális, tehát ott főleg az európai, nem tudom, most milyenek a jelöltjei, de akik most ülnek az európai parlamentben, azok amúgy valóban tekinthetők liberálisnak. Nem tudom, mennyire változtatott most a listán, és ezzel üzene valamit, de Brüsszelben az ANO az inkább liberális erőnek számít, mint egy AfD jellegű szélsőjobboldalnak. Csehországban mindenki liberális, tehát és nagyon komolyan veszik ezeket a jogállami dolgokat, meg a korrupciós eseteket, tehát hogy az a balhé, ami még a Babiš kapcsán folyamatosan a cseh napilapokat, meg az online újságokat uralta, ez a fészekrakó program, hát ilyenek mínuszos hírben nem férnek be a gólyafészek? Gólyafészek. A kis hotelje? Igen. Tehát, hogy ilyesfajta sztorik az átlátszó már nem viszik át a küszöböt, mert hogy ezek mennyiségében, tehát euró méretben, ezek Mészáros Lőrinc reggeli előtt a lágy tojás mellé eszik ilyen projekteket. Tehát, és erre több százezer ember kimegy tüntetni, és folyamatosan évekig napirenden van, közvetítik, hogy éppen mit csinál az ügyészség, mit nem csinál az ügyészség. De nagyon komolyan veszik ezt. Egyébként ők is most nagyon nemzetközi trendek mentén kampányolnak, mind a SPOLU, ugye a polgári demokraták, ők egy koalícióban indulnak, a keresztény demokratákkal, meg a TOP 09-el együtt, ők próbálják Babist Putyin hasznos idiótájának beállítani a csúcsjelöltjük, ezt is nyilatkozta Babissal kapcsolatban, ez egy kis vitát azért kiváltott, Babiš pedig úgy próbál mobilizálni, hogy kicsit polarizál, sorosozik, ellenzi az kormánynak az Ukrajna politikáját, az, hogy Csehország nem tudom én mennyi lőszert küld Ukrajnába, a békével kampányol, tehát abszolút a mindkét nagy politikai blokknak a mozgása beleillik ebbe a Ukrajna mentén meghatározott új keleti törésvonalban, és mindketten próbálják kisajtolni ebből adódó ilyen mobilizációs kereteket. De ez egyébként ez egy viszonylag régi lemez már, mert mikor is? 2 éve, másfél éve voltak Csehország ugye elnökválasztás, ugye az kicsit korábban, meg önkormányzati választás, ott is Babiš ellen már ment az orosz ügynöközés. Tehát ugye ő a csehszlovák állambiztonságnak volt az ügynöke, és csak annyit írtak ki, hogy Babiš orosz ügynök. Ugye akkor volt az energiaválság, és jelentősen megdrágult a gáz, amit ugye a Fiala kormány azonnal Babisnak a nyakába vart. Tehát ezt már akkor csinálták. Sőt, amikor volt az elnökválasztási kampány, amikor a Petr Pavel, ugye a NATO tábornok ellen indult Babiš, már akkor is elég erősen kimaradni a háborúból, legyen béke, ilyen típusú plakátokkal ment. És egyébként talán még ami izgalmas Babiš kapcsán, hogy ugye, talán Péter mondta, vagy Gábor mondta, nem tudom már, de hogy a Babiš fölött van egy ilyen üvegplafon, azt mondják. Tehát ő pont azért indult el az elnökválasztáson, hogy kicsit esetleg szélesítse azoknak az arányát, akik hajlandóak leszavazni Andrej Babišra, és például az elnökválasztáson minden eddiginél több voksot kapott ő maga. Tehát, hogy azóta ott el is dölt egyébként, hogy akkor az ÁNO, az Babiš, nyomatni kell, ott kell legyen mindenhol, ahol az ÁNO logója is ott van. Talán még érdemes beszélni valamit a kalózpártról, akik amúgy azért nem a Rinyóba ültek, mert ott volt Babiš, és ezért vannak most a zöldeknél. Ők a vezető ereje az európai kalózmozgalomnak, most 4 képviselőjük van, ők adják az LP egyik alelnökét, amiből amúgy számos van, tehát ez nem egy nagy trúváj alelnököt adni, de attól még van tematizációs erejük, tehát hogy az európai szintéren a digitális jogokért való küzdelmet vezetik, hogy hogyan ne éljenek vissza az adatainkkal a nagyvállalatok. Ezek miatt, ha én ott szavaznék, rájuk tenném a voksomat. Elvezzünk egy kicsit keletebbre. Mi a helyzet Lengyelországban, hiszen ott megdőlt a helyi PiS kormány egy éve, és azóta egy új politikai állapot állt be. Mennyire tudta szerinted, Gergő, az új Tusk kormány stabilizálni azt a politikai állapotot, és azt a koalíciót, amely elvezeti az országot? Egyébként abszolút tudta stabilizálni, tehát ilyen erős parlamenti többséggel a háta mögött lengyel kormány 1990 óta, ha jól emlékszem, még nem tudott kormányozni, tehát kicsit ott mindig egy ilyen penge élen táncolásról szólt minden kormánytöbbség, képviselőket az ellenzéki oldalról lefizetni, meggyőzni, különféle bizottsági helyekkel, állami cégekben betöltött felügyelőbizottsági helyekkel, azért, hogy pártoljanak át egyik vagy másik párthoz. Ennek Jarosław Kaczyński volt a nagy mestere, amikor még a PiS kormányzott, és most a jelenlegi kormánykoalíciónak 231 fő kell a többséghez, nekik van 248, ha jól emlékszem, tehát ez egy viszonylag kényelmes többségnek számít lengyel keretek mellett, és olyan szempontból Persze ez is egy sokszínű koalíció, hogy benne van Donald Tusk pártja, ez egy jobboldali, liberális tömegpárt lényegében, hogyha magyar megfelelőt kéne keresni, akkor ugye sokak által megvetett ex-miniszterelnök visszatér a politikába, tehát mondjuk ő egy ilyen lengyel Gyurcsány Ferenc kormányoz együtt egy lengyel Márkizai Péterrel, aki Szymon Hołownia, ő egy harmadik út nevű koalíciót vezet, ami lényegében a PiS-Tusk szembenállás tagadására épül. Ez a lengyel parasztpártból és Szymon Hołowniának a személyes liberális pártjából épül fel, tehát megpróbálták ezt a nagyon erőteljes lengyel agrárhagyományt valahogy összegyúrni egy most éppen viszonylag népszerű urbánus liberális mozgalommal, és akkor mindkét település típuson a lengyel metropoliszokban, meg a lengyel vidéken is van valamilyen háttere ennek a politikai oldalnak, és akkor a harmadik pártja a koalíciónak az egy igen színes, mondjuk azt, hogy az MSZP romjaiból és a Szikra mozgalomból álló, hogyha a magyar megfelelőt kell rá keresni, lengyel baloldal, tehát ők egy ilyen viszonylag radikálisabb új baloldali erő és egy klasszikus szocdem erőnek az ötvözete, és érdekes módon ennek a Levica nevű koalíciónak csak az egyik része van benne a Tusk-féle koalícióban, mivel a radikálisabb balosok annyira ellenzik a Tusk nevéhez köthető neoliberalizmust, ezért ők nem szálltak be a koalícióba, a baloldalnak a hagyományosabb része pedig igen. Tehát ezt a koalíciót kell valahogy összetartani, és most az a bravúr Lengyelországban, hogy az összes ilyen nagy politikai ügyet, hogy belügyminisztérium, hogy igazságügy, hogy a PiS botrányok elszámoltatása, hogy a külügyminisztérium például Ukrajna politika, ezt a Tuskék viszik, és az olyan kicsit szakpolitikai ügyeket próbálták odatolni a koalíciós partnereknek, mint mondjuk a parasztpárt viszi, az is egy tök fontos tárca, de hogy a külügyi koordináció nélkül annyira nem, a honvédelmi minisztérium a parasztpárté például, vagy a közlekedés az a Szymon Hołowniáéké. Úgyhogy van egy ilyen dinamikája ennek a koalíciónak, amit jelenleg úgy látszik, hogy Tusk abszolút képes uralni és leuralni. És mennyiben bolondítja meg az LP választásnak a struktúrája az, hogy vajdaságokban, tehát kvázi megyékben vannak a listák, és nem egy országos lista van. Tehát, hogy inkább összefelé van egy ilyen centripetális erő, hogy akkor összébb állnak a pártok, vagy nem, nincs ez a koalíciózás? Annyira ez nem húzza szét a pártokat, inkább olyan szempontból szokott ebből baj lenni, főleg a baloldalnál, ami a legalacsonyabb támogatottságú ilyen koalíciós párt most, hogy amikor azt kellett eldönteni, hogy ki melyik vajdaságban hol induljon, vannak abszolút esélytelen vajdaságok, ahol tudható, hogy a baloldal úgyse fog mandátumot szerezni, meg vannak olyan délnyugat-lengyelországi vajdaságok, vagy Varsó, Alsó-Szilézia, Felső-Szilézia, ahol a baloldal viszonylag népszerűbb, a Vudzsi vajdaságban is viszonylag népszerűek, ahol meg tudható, hogy úgyis összejön nekik valami, de hogyha van két helyi erős emberük, teszem azt Alsó-Sziléziában, de csak egy mandátumra van esélyük, akkor az kényelmetlen, tehát hogyha egy országos listára feltennénk őket, meg lenne oldva a probléma, mert mit tudom én, X lenne a második helyen, Y a harmadik helyen, de úgy, hogy Alsó-Sziléziában mondjuk két erős ember is van, Mazóviában, vagy Podláséban, meg nem igazán, úgy kicsit nehezebb nekik kimatekozni, de annyira ez nem fogja befolyásolni a választásnak a kimenetelét. Inkább olyan szempontból érdekes ez főleg a PiS részéről, hogy a PiS-ben az elmúlt hónapokban az igazságszolgáltatás által megkörnyékezett politikusaikat próbálják most Brüsszelbe kijuttatni, kibekkelni még ezt a pár napot, amikor a ügyészség próbálja őket beidézni, vagy parlamenti vizsgálóbizottságok próbálják őket beidézni, és megválasztják őket európai parlamenti képviselővé, és utána mentelmi joguk lesz, tehát egy kicsit egy ilyen push-demont szenárió a PiS részéről ez. 3 ilyen politikusok is van, nagyon érdekes, mind 3-an biztos bejutó PiS-es körzetekbe indulnak. Az egyik az a Daniel Obajtek nevezetű Orlen energetikai vállalatot, vagy olajvállalatot, állami olajvállalatot a PiS éra alatt vezető PiS lojalista ex-vezérigazgató, akiről épp ma hozta ki Panyi Szabolcs és a lengyel partnereiknek a oknyomozása. Egyébként nagyon érdemes elolvasni a Vízkferen, ahogy Obajtek jelenleg Budapesten tartózkodik, és onnan kampányol, hogy bejusson a kárpátaljai vajdaságból az Európai Parlamentbe, egy Andrássy úti luxus ingatlanból kampányol, ad interjúkat, vagy a Városligetből. Tehát ez egy baromi érdekes fejlemény. Éppen ma próbálta beidézni az egyik parlamenti vizsgálóbizottság Varsóban, nem jelent meg, valószínűleg Budapesten van, vagy éppen máshol, senki sem tudja, lengyelek a hivatalos címein Lengyelországban nem tudják elérni. A másik kettős pedig a Mariusz Kaminski és Maciej Wąsik kettős, az egyikük a lengyel korrupció ellenes ügyészséget vezette, a másikuk pedig, ha jól emlékszem, a belügyminisztérium helyettes volt a PiS kormányok alatt, és ők egy hivatali visszaélési botrányba keveredtek az elmúlt években, amiért jogerősen elítélte őket egy bíróság. Aztán emiatt az ő mentelmi jogukat a lengyel parlament felfüggesztette, de még mielőtt bármi történhetett volna velük, az elnök megkegyelmezett nekik, viszont mentelmi joguk jelenleg nincsen, tehát hogy egy esetleges új eljárás alatt egy ilyen kegyelmezési pingpong lenne az egész ügyből, úgyhogy az lett a megoldás, hogy őket is el kell indítani az európai parlamenti választáson. Nyilván mindenki tagadja, hogy ők azért indulnak, hogy legyen mentelmi joguk, de azért ők elég jelentős, erős emberei az elmúlt évek PiS kormányzásának, akiket nem hagynak az út szélén. Tehát ez egy brutálisan érdekes fejlemény szerintem, és azért a PiS látszik, hogy esélye van a EP választás megnyerésére is, tehát tuti befutó helyeken vannak ezek a képviselőjelöltek. Csak annyi, hogy ha jól tudom, akkor június végén lesz egy konferencia Freiburgban, ahol majd a Gemist egyik szerzője, Bakó Bea is ott lesz, és a lengyel igazságügyminiszter úgy szintén, és valószínűleg sokkal-sokkal több információt meg tud majd tőle arról, hogy pontosan mi is ez a lengyel igazságügyi reform, amit most csinálnak, ez a kvázi pisztelenítés. Mert ugye 2 narratíva van, a PiS szerint gyakorlatilag leépítik a jogállamot, a kormány szerint meg helyreállítják, tehát hogy is mondjam, de nem éppen jogállami eszközökkel, tehát nem annyira késsel, villával szépen, ahogy az sokak szerint ízléses lenne, hanem ahogy éppen sikerül, úgymond, ami miatt a PiS nyilván azt kiáltja, hogy ezek az eszközökkel talán a nácik sem értek, vagy valami. Tehát a Kaczynskinek volt is annól egy ilyen nácis párhuzamat Tusk kapcsán. Tehát, szereti ilyenekkel élni. Igen. Tehát ugye a Gemistre érdemes előfizetni, mert június végén majd bővebben is fogunk foglalkozni a témával egy igazi szakértőtől. De mégis valahogy itt a jogállamisággal kapcsolatos eljárás a bizottságban, az Európai Bizottságban megszüntették Lengyelország ellen. Tehát, hogy valamiért... Beléptek az Európai Ügyészségbe, és azonnal meg is szűnt ugye egy cikkes eljárás. Akkor csak ennyi? Varázsütésre megoldható minden? De most mit csodálkozunk, tehát amikor az Orbán Viktor elállt az ukrajna ügyi vétójától, akkor meg hirtelen felszabadult egy csomó pénz Magyarországnak. Tehát, hogy igen, dílek köttetnek, ez így megy. Tehát, hogy aki a Telex 4.4 pontot olvasva azt mondta volna, hogy az Európai Unió nem így működik, az lassan felébredhet az állába, és láthatja, hogy de igen, pont így működik. És mennyiben változott a PiS-nek a hozzáállása, mióta kiesett a hatalomból? Nekem az az érzésem, hogy így jobban radikalizálódnak a mondani valójukba. Bár eddig is fölcsavarták mindig a hangerőt, de hogy mégis kicsit így... Mielőtt a Gergő egy hosszú választ adhatna erre, amennyit én ebből látok, az az, hogy amikor ugye a választást elveszítették, utána a gyászmunka az nekik nagyon-nagyon nehéz volt. Ugye részben azért is, mert ugye a Tuskék elkezdték vinni a fontos embereiket börtönökbe. Ugye a Gergő által említett két politikust ugye gyakorlatilag pont az elnöki palotából vitt el a rendőrség. Tehát azért a szimpadiasság kísérleteit is megvolt valamennyire. De a az első pár hónapban a PiS egy ilyen elképesztően radikális, egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen elhagyott szerető képét mutatta, akit az ország kvázi, nem tudom, megcsalja őt, és akkor emiatt dühös, frusztrált, és így nem bír az érzelmeivel. De az utóbbi pár hónapban, mintha lenyugodtak volna, hogy a Kaczynszkinek, ugye volt is egy ilyen kis belső lázadás, félesség, a PiS közeli sajtó is feltette a nagy kérdést, hogy ugye feltett annó a Magyar Nemzet, meg Schmidt-Mária, meg még sokan annó, talán Áder Jánosék, ugye amikor a Fidesz veszített 2002-ben, hogy esetleg ezért le kéne cserélni. Ezt itt is feltették, de végül egy PiS kongresszus zajlott le most tavasszal, ahol a Kaczynszki egyrészt közölte, hogy igaz, hogy nagyon idős, de bírja, és neki még rengeteg vízője van országgal kapcsolatban. Másrészt, mint hogyha a PiS az eddigi EU szkepticizmusából is elvett volna, és inkább az euró lenne az új projekciós felület. Tehát most a Kaczynszki azzal érvel, hogy azért nem kell euró, mert rossz az árfolyam, tehát rossz az zloty euró árfolyam, és az Európai Központi Bank direkt rossz árfolyamat ad meg a piacok, meg minden, hogy úgymond gyengítsék Lengyelországot. Szerintem a mostani árfolyamnak nagyjából a felét éri egy euró, és ez lenne az árfolyam, ami mellett megérné bevezetni az eurót Lengyelországban. Gergő, te mit látsz? Most tök erős egyébként az zloty. Én azt nézem, hogy az elmúlt években brutálisan jól áll, most 91 forint. A forinthoz képest, vagy az euróhoz képest? Az euróhoz képest is, ha jól látom. De ezt majd megnézem az adás után, mert nem akarok butaságot mondani, de tény, hogy a választás óta senki nem csavarhatta le nagyon a popmétert, se a Kaczynszkiék, se a Tuskék, se a harmadik út, se a baloldal, mert amint felállt az új kormány, ez ugye volt decemberben, volt egy hangos közmédia feletti átvételi botrány, erről lehet a Gemisten is olvasni. Utána volt ez a kegyelmezési botrány Andrzej Duda elnök részéről Vansik és Kaminski felé, és utána rögtön rá is fordultunk a önkormányzati választásoknak a kampányára, ahol ugye az volt a tét, hogy egy csomó PiS által korábban elhódított, de tradicionálisan Tuskék érdekszférájába tartozó lengyel várost, meg vajdaságot vissza lehetett venni, és kicsit ez egy ilyen keserédes választási eredmény volt mindkét fél részéről, mert Kaczynszkiék fontos bástyákat elveszítettek, olyan kelet-lengyelországi városokat, mint mondjuk a Zamoszcsot elveszítették, gyönyörű reneszánsz város, érdemes megnézni, vagy Podlásiét, ami hagyományosan Lengyelország egyik legkonzervatívabb vajdasága, elvesztették Zakopánét, a gorálok is tök konzervatívak ott a délen, tehát hogy nagyon fontos bástyákat veszített a PiS Kelet-Lengyelországban, meg délen. Ugyanakkor a Tuskék azt az áttörést, amit el akartak érni, nem igazán értékel, tehát tény, hogy csomó várost visszahódítottak, csomó vajdaságot visszahódítottak, de mégsem mondhatták el azt magukról, hogy ők nyerték meg a választást, mert szavazatok számában továbbra is Kaczynszkiék nyertek, és még mindig maradt egy ilyen eldöntetlensége ennek a Kaczynszki-Tusk évtizedes párharcnak, és ez csak folytatódni fog most június 9-én. amikor valószínűleg megint eldöntetlen marad a küzdelem, lehet, hogy Tusk egy pár százalékponttal, lehet, hogy Kaczyński egy pár százalékponttal nyerni fog, lehet, hogy az egyiknek kettővel több képviselője lesz, mint a másiknak, de nem lesz ez a katarzis egyik oldal részéről sem, hogy igen, ez most lezárult, most elküldtük a fenébe a Tuskot vagy a Kaczyńskit, hanem továbbra is fennmaradhat ez a Lengyelországban nagyon erős Tusk-Kaczyński szembenállás, ami lényegében évtizedek óta a lengyel politikát meghatározza. És amennyire én láttam, a PiS-nek jóval kevesebb, talán 10-zel is kevesebb EP mandátuma lesz most, legalábbis a kalkulációk szerint, vagyis simán elképzelhető, hogy az ECR frakcióban a Giorgia Meloniék megelőzik őket, és ők lesznek a hangadók. Pétert kérdeznem, hogy ez mit jelenthet európai szinten? Hát ugye Morawiecki abban is sajátos, hogy egyébként nem ítélt el teljesen még az AfD-t sem, Maximilian Krachot sem, azt a Maximilian Krachot, aki miatt ugye az AfD-t kizárták még a legszélső jobboldali ID-ből is, és amúgy valóban mindig lehet azt látni, hogy ugye a Meloni-féle frakcióban, ugye erről már beszéltünk, ugye, hogy Petr Fiala és cseh miniszterelnök is ott ül, aki annyira mérsékelt, hogy leginkább a Néppártba és a Rinyúba tartana. Itt Morawiecki ugye mindig hangsúlyozza, hogy ők szívesen látnák Orbánt az ECR-ben. Ugye Orbánéknak is hivatalosan ez a tervük, legalábbis Dajs Tamás korábban még azt mondta, hogy ide tartanának. Ez a PiS számára mindenképpen elfogadható lenne. Meloni azonban még mindig nem látszik dönteni, hiszen Meloninak azért a fő célja az, hogy ő az európai mainstream része legyen. Ez nem azt jelenti, hogy ő feladná ugye a szélsőjobboldali ideológiáját számos kérdésben, de strukturálisan Meloni akarna az európai mainstreamhez tartozni, akár olyan módon, hogy ugye az ő szavazatával legyen Ursula von der Leyen az új bizottsági elnök, stb. Stb. És Meloni még nem látja, hogy ha ő összefog Orbánnal, az neki előnyöse vagy sem. Tehát az ECR-ben van egy ilyen jellegű jelentős vita, hogy a lengyelek, a PiS, ők támogatnák Orbán bevételét, Meloni nem mondta azt, hogy nem támogatja, de nem mondta azt sem, hogy igen, tehát ez itt kérdéses, hogy a PiS merre tart. Akár az is elképzelhető, hogy miközben Meloni megy akár a közép felé, a PiS pedig akár a radikálisabbak felé tartana, bár ott pedig ugye az orosz politika lehet egy vita alap, hiszen Le Pen talán kevésbé, de Salvini mind a mai napig nagyon orosz párti, az pedig nem biztos, hogy tetszene a PiS azért eléggé már paranoikusan orosz ellenes szavazóinak. Tehát a PiS megmaradt Orbán pártinak, de kérdéses, hogy át tudja vinni az akaratát. Még esetleg kicsit, ha beszéljünk a lengyel szélső jobboldalról, mert ugye azt mondtad, hogy a PiS még az AfD-t sem ítélte el. Mondjuk én felteszem a kérdést, hogy miért is kéne Morawieckinek egy AfD-sel foglalkozni. Tehát azért egy lengyel-német ellentét van alapvetően, most egy lengyel jobboldali nem fog kijönni egy német szélső jobboldalival. De mi a helyzet a konfederáciával? Azért őket most elég jól mérik, tehát ilyen több mint 10% fölött. Ők a Tusk kormányzásból profitáltak-e bármit is? Egyáltalán ők mivel kampányolnak? Hogy polexittel? Vagy ők mit csinálnak most, Gergő? Még a Morawieckihez visszatérve, hogy ő nem abban az értelemben nem ítélte el, hogy nem jött neki ez az ötlete, hanem ő rákérdeztek, tehát hogy ő egy kérdés előtt állva nem mondta azt, hogy az AfD-vel ne lennének akár, az AfD felé ne lennének akár nyitottak. És tegyük hozzá, hogy azért a PiS-nél korábban az volt a trend, hogyha egy német top politikus valamilyen szinten kinyitotta a száját, akkor rögtön ugrott rá az egész PiS-es sajtó, meg Kaczyński, hogy valahogy ezt összekösse Donald Tuskkal, vagy valahogy Németországozzon egy kicsit, tehát amikor egy német, egyik nagy német pártnak a csúcsjelöltje az EP választáson védelmébe veszi a valamilyen kontextusban az SS-t, az azért Lengyelországban elég furcsa zöngével vír a történelmi eseményeket tekintve. Ami a szélső jobb oldalt illeti. Miközben ugye az SS-nek számos lengyel segítője is volt, csak ugye a lengyelek nem szeretnek ezen részvételükről a II. Világháborúban beszélni. Ők ugye csak áldozatok. Nem beszélve ugye arról, hogy be van tiltva a lengyel gázkamrák kifejezés használata is Lengyelországban. Jó, hát az mondjuk még valamelyest természetes, mert tényleg nem lengyel gázkamrák voltak, és nem egy létező Lengyelország területén, de hát ugye egyrésztről lengyelek azért segítették a zsidók deportálását, másrészt ugye már rég nem volt Lengyelország német megszállás alatt, amikor mondjuk Krakóban a nagyon kis megmaradt zsidó közösség ellen volt egy erős pogrom. Aki szeretne erről a témáról olvasni, nagyon ajánlom Csepentvárdoknak a Morfium nevű könyvét, ami a lengyel föld alatti ellenállásnak a visszásságait is bemutatja a lengyel oldalról. Nagyon jó sztori, szép irodalom, nem dokumentarista alkotás, de mindenképpen egy érdekes adalék ez a történelmi témához. Ami a lengyel szélső jobboldalt illeti, az, hogy őket 10-12%-ra mérik, az maximum egy relatív siker, tehát őket mérték 20%-ra is még tavaly nyáron az országgyűlési vagy szeimválasztások kapujában, aztán valahogy hamvaiból feltámadva ez a harmadik út koalíció sikeresen elvitte az ő kicsit liberálisabb piacpárti szavazóikat, és a konfederáció pedig élete egyik legrosszabb eredményét érte el, eléggé össze is zuhantak, alig juttattak bármilyen képviselőt a Szeimbe, az önkormányzati választáson se értek el áttörést, tehát szerintem megint arról van szó, hogy az EP választáson hűséges szavazói maggal lehet relatív sikert elérni, de ez nem azt jelenti, hogy ez egy országos jelentőségű parlamenti választáson sikerre konvertálható lenne. Amúgy erről a szélsőjobboldalról el lehet mondani, hogy sajátos módon ők ugye ukrán ellenesek és bizonyos értelemben akár még orosz pártiak is, ami ugye a Lengyelországban nem annyira természetes a jobb oldalon, mint mondjuk Magyarországon. Tehát ők ugye a konfederáció kicsit egy migráció ellenességbe oltott ukrán ellenességet is szokott képviselni. Meg ugye abban is érdekes, hogy ez a konfederáció, hogy a neve is mutatja, sokféle csoportot ölel össze, tehát hogy itt vannak megvadult piacpártiak, nőellenes monarchisták, bevadult tradicionális katolikusok, klasszikus nácik, tehát hogy jön össze ez a csoportosulás, hogy ez... Mi az, hogy megvadult piacpárti? Hát, hogy mindent a piac oldjon meg, nem kell állam, semmilyen módon nem kell állam. Ugye... Az egyik legerősebb része ennek a koalíciónak az a Új Remény nevezetű libertárius kispárt, amit egy nagyon tehetséges beszélőkével megáldott Szlavomir Mencen nevű úriember vezet, aki korábban pénzváltót csinált Toronyban, aztán csinált egy sörfőzdét, eddig tökre úgy hangzik, mint minden középéleti válságos férfi álma, tehát kézműves sörfőz, de aztán valahogy bekerült Janusz Korvin-Mikkének a pártjába, az ő lényegében mentorátja lett, aztán kitúrta Mikkét a pártból, és most ő csinál egy ilyen fiatalos, élesen fogalmazó, élesen piacpárti pártot a konfederáción belül. Akkor van kire szavazni Lengyelországban, akkor a cikkemben lehet, hogy hülyeséget írtam, hogy nem tudok választani. Ha sört ad, az ingyen sörre Martin bárkire leszavaz. Nem ad ingyen sört, de... Nem csak, de ez a megvadult piacpárt is legyen nekem rendkívül szimpatikus. A torunyi kocsmájának a cégérén egyébként kint van egy molinó, az már ráírva, hogy ezeket a vendégeket nem szolgáljuk ki, és ott van körülbelül 50 lengyel elitbe tartozó politikusnak a portréja. De például ezt Magyarországon miért nem lépi meg senki? Tökre nem értem. Mert milyen a magyar piacpárti hagyomány vagy? Ebben a kocsmában Orbán Viktort nem szolgáljuk ki, és szerintem ez hozna szavazókat, meg innen is. De az kéne egy kocsmáros, aki pártot alapít. A Fülöp Jakabon a Kutyapárt által támogatott jelölt, ő kocsmárosként lett polgármester. Szerintem a falusi kocsmárosok tarolni fognak most is az önkormányzati választáson sok településen, ami meglátjuk. Köszönjük a figyelmet, itt végigvettük Európa országait ebben a podcast sorozatban, és szeretnénk majd Brüsszelből is jelentkezni az EP választás után egy Gemist podcasttal, hogy lássuk, hogy mire is mentek ezek a képviselők, akikről beszélgettünk az elmúlt hetekben. Így van, a terv az az, hogy lesz egy nagy átbeszélő, elemző podcastunk még az EP választás után rögtön, és kimennénk az Európai Parlament alakuló ülésére is, ahol képzeljétek el, hogy gyönyörű szép podcast stúdiók vannak, tehát tökéletes minőségű hangot lehet, ha minden igaz, felvenni. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, nagyon reméljük, hogy informatív és akár szórakoztató is volt ez a 4 epizód, és majd a következő is. Hogyha van bármilyen visszajelzés, akkor azt írjátok nekünk meg kommentben, e-mailben, vagy a Gulyás Marcinak mondjátok el, vagy a többi partizánosnak. Gemistre. Fizessetek elő. Így van, tessék előfizetni, vagy akár feladkozni is rá. Ott is lesznek nyilván elemzések, be is harangoztam egy lengyel nagy elemzést is most a műsorban, az is jön majd június végén, meg egy csomó minden más. Úgyhogy köszönjük a figyelmet, további szép napot, estét, reggelt, éjszakát, amit éppen csináltak, ahol éppen vagytok. Sziasztok! Jó itt vagyok! Szevasztok! Sziasztok!